Na, akkor indulás. Induljunk a hosszú mehetünk útra. Nyomjuk neki. Hol megyünk? Tövőre. Nem tudjuk. Megyünk a Bradi tóra, Szlovénia. Így van. Akkor nézzél, nem igyen autó. Nézem. Te meg ül le már. Nézzél körül, addi göcsi a lakókocsiba. Megyünk hozzádok. Megyünk, na. A jó arról, vagy kilátóba? Nem látom a bokortú. Menj, menj, menj. Kamerázik, azt ki, hogy a utat nézni. Hol nézek én ki? Ablakon ott áll. Itt van a Bladi tó. Megérkeztünk. Keresünk valami parkolót. Ott vannak a csónakok. A Bladi tó. Na, milyen helyzet, Zsóti? Zsírkaraj, minden. Öcsi! Oda néz. Oda néz fő, a sasok vannak a hegyekben. Hol vagyunk? Ajjajjaj, de szép! Menjél ki, videózzál! Itt vagyunk a kempingbe. Egy órakor fogunk indulni a Bladi kempingünkbe, de addig eljöttünk ide. Mert azt csak mától foglalhatjuk el, addig frissen üdén legalább lemosakodtunk itt a lakókocsiba minden. Aztán megyünk nem sokára Bladi kempingbe, és holnap nyomjuk a pecát. Az itt is nagyon szép helyen vagyunk. Van egy szép tó is itten, csak most esik első, de majd nem soká megmutassuk. Nyomunk pár képet ezen a kemping helyen is. A brutál gyönyörű ez a tó is. Nagyon szép, így néz ki. Ott a kempingünk. Jó kis hely. Brutál gyönyörű. Mi van, Zsolti, mit szólsz ehhez a tóhoz? Hát, szóhoz se jut. Szóhoz se jut? Nem. Szép, ugye? Hát biztos. Gyönyörű hely. Van minden. Minden van? Minden. Jön a pacsa is enni. Milyen illetelmes a kár. A bakit jöttek a néni hős enni. Este. Hát egyszer ígyek, ma megszokta. Na, végre itt vagyunk a Bladi kempingünkbe. Hál' Istennek minden épségben szuper útunk volt, minden megérkeztünk. Úgyhogy megyünk most már, megnézzük a tót. Aztán szerelkezünk, és hónap nyomjuk neki. Igaz, öcsi? Uh-huh. Húzzad neki gyorsan! Hevezzé, megyünk helyet keresni. Nincs rajtam a mázolja. Ez hummegy, az a hülye. Ha márra mész te? Nézd meg, az a hülye hummegy. Ha már tud hevezni. Parton, úristen! Megyünk rörörúzni. Bele fogsz jönni ebbe? Bele. Ajjaj. Itt meg leír a lábom, nem megy tovább. Úristen. Szóljál, ma van valaki már össze. Jó, a mennyi egyenest. Nem győj senki hátul. 23. Na, olyan, Zsóti? Mit mutat? Itt most 22 méter a víz. Hát ez igen. Alatt nem igen mutat. 22 méteres víz van alattunk. Főkutatjuk itt a helyet. Jaj, de gyönyörű ez a tó. Ilyen 15 méteres vízben vannak alak. Majd meglássuk, hogy ahova akarunk ülni, ottan milyen. 8-asával mentek a halak. Hát ott volt sok hal. Aztán lehet, hogy kicsik. Azt mondjam, gyorsan megyek, májba az 95-es benzin van bent.
Már is a bloody templom. Felmegyünk, megkongassuk a harangot, iga? Veszünk jegyet, aztán let's go. Legyen szerencsénk nekünk is. Muszáj venni, nem? Muszáj. Úristen! Elég gyakszabban. Ha itt kell bemenni, ezt meg hívezni. Ja, ezt meg kell nyomni. Nagyon hülye vatti. Ú, de szép. Na, meghúztuk a harangot, hogy jöjjön a nagyhal. Tüngőhasú. Háromszor. És akkor jöjjön az a nagyhal. Mindent megteszünk a siker érdekében. Nagy csüngőhasúnak. No, az gyújt föl a... Jó, no, van. Nem letiptem a hajtót. Mindent megtettünk, most már csak a hal gyűjön, iga? Így van. Akkor... Jó van, menjen. Jó van, ma igaz, már nem kő. Már meghúztunk a harangot, mindent. Oda nem menj fő, hát az már veszélyes. Ott nem ehetünk a asztalon. Gútejek megjöttek Bledre. De milyen szép a? Arany? Hát ez szép is, a marha. Igen, szép. Mit írsz be? Várjuk a nagy csüngőhasú pontyot. Templom ívakönyvbe beírunk mindent. Betelik a egész. Mindent írjál be. MP Bajc. MP Bajc. Úgy a dátumot is. Dátum. Mikor voltunk itt. Hányadika van? Mindent regisztrál. Úgy a. Írjuk alá. Mindenki alá. És aláírjuk. Meg vagy? Az a aláírásod? Ha. Nekem az ír szebb. Na és most már mindent meg kell tenni. Visszateszik fel a kérdés. Innen, hát ez jó magos, nem baj, begyünk ide is, megnézzük. Gyertek. Annyi idő óta megy. Akkor csináld. Az már igen. Nem, még mindig fontos. Nem, még mindig. Most a terések a vízbe lehet látnia. Szereljük a szereléket. Apukát is vedd le. Kiszúlja a tüzet. Lesz már a mebéd. Dolgozzatok. A szakács a szorgászik. Ez ám az elit grilles kaja. Így van? Nekünk csak tök jutott meg hús. Sűr minden. Valaki elvitte a krumplit. Nekem jó ez. Ti meg egyetek, amit akartok. Ez a próság. Jaj, de finom ennivaló. Főfalunk mindent. Első nap. Itt a finom bojli anyag. Oldódó, főtt bojli. Meg egy kis színvéget teszünk bele, egy kis mangósat is. Úgyhogy finom lesz. Tigris mogyoró az elengedhetetlen. Hónap nyomjuk neki. Megint lesz a bord, de két nap múlva. Milyen szar lesz? Nem. Hülye vagyok, nem jobb. Na, indulunk horgászni. Ja. Hajnali 3 óra. Így van. Majdnem ránk hitták a security-t. Nem kell mondani. Hangosok voltunk a... Főleg, te. Te, tik voltatok. Úgyhogy nem baj. Jövünk, aztán nyomjuk. Botok beélesítve. Mehet a peca. Azt nem tudok mondani. Nem áll főkelni ágok túl. Menne ág. Úgy néz ki, hogy meg is érkezett az első halunk.
messzebb értetésen, ami olyan 55 méter körül van. Ezt nem hiszem el. Búskomorak vagyunk megint. Búskomorak. Megjött egy belső halunk, nem is küllött sok idő. No. Másfél óra. Másfél óra. Egy órától arra. Úgyhogy... Már egy órától fönn voltunk, készülődtünk. Hát... Sajnos ez van. Sajnos ez van. Nem baj, visszadobtuk, várjuk a halat. A táj gyönyörű. Már csak a hal hiányzik. Meg a kaja. És boldogok leszünk. Hát a mai napra csak az az egy halunk volt, ami sajnos elment, azóta kapás se volt. Hát, bizakodunk itt a sötétedésbe. Reméljük, hogy valamit beadj legalább, de ha nem, akkor holnap helyváltoztatás, és akkor nyomjuk neki tovább. De ha ad valamit ez a hely, akkor maradunk ennél, és akkor nyomjuk a etetés tovább, aztán csak ad valamit. Nem egy egyszerű tó, nem egy egyszerű peca. Mink se vagyunk azok. Mi még valami hozzászólni való? Ennyi. Várunk. Várunk. Öcsi már feladta, ment aludni, iga? Ma megvan neki a 10 kilométer. Körbe sétáltátok a tavat. Na gyertek embereink. Be vannak olytva, hogy hozzák a pontyot a horogra. Menjetek a csüngő hasúit. Mentek akkor. Be vannak tanítva. Mentek a grillezőre. Na, meg a feladtál, Na, mehettek a pontjét. Most itt vagytok soron. Na szóval elérkezett a második nap reggelünk. Milyen hely? Inkább nem nyilatkozok. Na, miért nem nyilatkozol? Meg kimértük a távot, így van. Van? 120 méter. Így van. Most egy másik helyet próbálunk. Információk szerint ez itten nagyon jó hely. 120 méterre horgászunk, rakétát is kimértük oda. Elég nehéz volt, mert messze. Elég messze van, így van? Így van. Kukkerol van. ne kukkerozzá. Úgyhogy ezt a haver mondta, így van. Domonkos Simon barátunk. Hát, úgyhogy ha nem lesz hal, akkor... Nem baj, reméljük valami lesz itt. Most már minden tökéletesen ott van, ahol kell. Nyomjuk neki. Végre megérkezett az első halunk. Kagylós Bojli beadta. Hát nem ponty. Au, au. Egy. Jó szürke harcsa. Jó szép harcsa. Egy olyan 5 kiló körüli. Jó, eleven még. Hát igen. Brutál szép. Legalább már végre valami eredmény. Brutál gyönyörű. Nem olyan kicsi. Azért van egy olyan méter is. Nagyon szép hal, úgyhogy... a bölcső. Úgyhogy... Csináltunk pár képet, és visszaengedjük őt. Menjél halat. Várj lassan. Ah. Jó, szevasz. Hát az. Jó, le is títt a bőröm. Nekem is tegyük. Csapó kettő.
Hát 120 méter, az 120 méter. Na mi van, Zsolti, búskomorok vagyunk még mindig? Persze. Ja, milyenek legyünk? Mondjál valamit a mai napról. Szép a kilátás. Hát az a egyes szép. Minden jó. Ez is igaz. Minden jó. Kivéve, hogy nem kap a hal. Hát nem nagyon. De hát ez van. Már mindent csináltunk, és egyenlőre maradt az a egy harcsa. Meg volt itt kapásunk, de sajnos az is elment, így van. Már olyan kicsi volt, hogy... Kirázta a horgot. A szájából. Így van. És ennyi. És ennyi. Megint megvárjuk az estét, aztán lesz, ami lesz. Igen, este után jön a reggel. Jön a reggel, aztán még egy nap elmegy, reméljük egy kapásunk lesz. Csak aztán már ki is jöhetne a nagy csüngő hasúgyi. Kettő is. Kettő is. Ennyi. A viszlát. Nem baj, aztán menjünk Horvátba horgászni. Így van. Dzsigezi is. Igaz? Így van. Na nyomjuk. Én már nem akarok megszólalni se. Isten küldött valamit. Isten küldött valamit. Nem kiabálok el semmit, de... Még messze van. Még messze van, de... Reméljük, hogy jó lesz. Már egy jó 15 perc, 10. 10 perce húzom. Meg az is minket. Meg az is minket. Úgy vigyázzuk rá, mint a babára. De ez nagyon jó hal lesz. Már csak ki kell jönni. Dobog a szívem a torkomba. Kélek szépen, Istenem, add ki ezt a egy halat. Nagyon brutálisan húzott, hallod. És megint ne arra menjék, írlek. Miért a tök felé fele minnyi? Mi a tök felé fele minnyi? Befele. Kurva anyád. Mondom, befele minnyi. És megvan! Hú, gyerekek, ez egy 20 plusz. Ez egy 20 plusz. Megvan! Hát biztos. Jaj, de jó, bazd meg. Ezért a kutányod is te. Nagyon erős hal még mindig. Biztos. Ott a egy szem boiling. Jaj, de jó. Megakadt egy szem pop-up-pá volt. Tökéletes akadás. Tökéletes akadás. Egy horogütöttesebb. Az is a miénk. Az is a miénk. Ők jól oldódott egy kicsikét. Akkor akad már ki. Jaj, megyek, csinálom. Jaj. Ez az! Megvan, amiért jöttünk. Egy 22 kilós bloody óriás. Ez egy brutális, nagyon erős hal volt. Ah, oda néz. Milyen ismertető jele van? Akkora farakuszonya van. Hát ezzel úgy húzott, azt hittem, hogy harcsa. Hát ez valami brutál. Mutassuk is meg ezt a gyönyörűséget. A kis csüngő hasút. Jaj, a kis csüngő hasút. Apróbb sérülések. Hát van rajta. De nem tűlünk. Nem tűlünk, mi vigyázunk rá. Hú, de gyönyörű. Jaj, ez így megírte. Ez egy gyönyörű, brutálisan erős hal volt. Nagyon brutál. Csinálunk egy pár képet, és mehet vissza.
Ah, de gyönyörű! Jaj, de jó! Muti, milyen a... Csináltunk pár képet. Jaj, drága barátom, köszönöm, hogy jöttél. Oh, de brutál szép. Gyönyörű nagy hal. Szia, barátom. Szia. Kapja előre, barátom. Mehetsz is. Ó, de nagy vagy. Szia. Ó, szia. Megvan. Szevasz, barátom. Szia. Elérkezett az utolsó reggelünk. Kim maradtunk éjjel. Így van? Igen. Várjuk a napkeltét. Várjuk a napkeltét, mert kicsit megfagytunk, 12 fok volt. De az minket nem érdekel, így van? Mert így van. Nagyon messze van a kemping, és nem pakolunk olyan sokat fölöslegbe. Ezért kivettük a botokat, itt maradtunk. Ezt elvileg nem tiltja a szabályzat. Főleg nekünk. Főleg nekünk. Úgyhogy. Várjuk a 30-as. Várjuk a 30-as lógóhasút nappali. Legyen egy jó nappali kép is, de már megvan, amiért jöttünk. Hú, gyönyörű hal volt. Úgyhogy még a mai napot végig horgásszuk. Keményen. Aztán mondjuk, hogy mi volt. Hát, beszakadt a rakéta, ezért nincs mit tenni. Be kell menni. Annyi a víznek. Már olajfótos. Milyen a víz, Petyó? Hideg! Csimbókod, lefagy! Le! Iparkodjál akkor! Begyek! Jó! Na, akkor meglett a rakéta. Ott van egy fóka a vízbe. Megvan! Most már jön kifele. Vagy nem. Na, a rozmár már hozza. Elég lassan, de hát jó munkáho, ja, időkő. Az a lényeg, hogy megvan, 20 euró megmaradt. De még nincs vége, még van 20 méter, bármi lehet. Hát akkor elérkezett a vége a pecának. Sajnos 3 nap alatt 1 darab halat sikerült fognunk. Volt még pár kapásunk azon kívül, de sajnos csak ez egy jött ki. Hát legalább ez meglett, így van. 22 kilós azért, ez egy gyönyörű hal volt, úgyhogy nyugodtak vagyunk, hál' Istennek. Azért ez a csüngőhasú tükrös elmaradt, igaz? Így van. Meg tovább hízik. Majd még visszatérünk, azért nem hagyjuk annyiba. Brutálisan gyönyörű a tó. Nagyon megszerettük. Ez a egy baj, hogy nagyon sok a turista. De hát ez van. Így van. Zsolti benne lesz szerintem a kínai híradóba. Úgyhogy ennyi. Jó kis pece volt. Úgyhogy megyünk a lakókocsiba, kialusszuk magunkat. És reggel indulás Horvátba. Ott meg nyomunk egy kis tengeri pecát. Úgyhogy még mindig tartsatok velünk. Igaz, Zsóti?
Szóljatok hozzá, szóljál hozzá. Hát ezt én nem tudok. Nem tudó. Össze kell rakonni. És megint másfél kilométer séta, iga? Így van. Így van, neki is állunk. Neki is állunk, rakodunk. És ennyi. Így van. Látni valamit? Onni. Na milyen Lidlbe vagyunk, Zsóti? Visz föl a lift. Horvátországi. Hát, nagy nehezen befértünk a lakókocsival, megmutassuk azt is, iga? Lehet, hogy le kell bortani a Lidl. Na ilyen Lidlbe se voltunk még. Bevásárultunk. Itt még szerintem lakókocsival senki nem állt. Kicsit nagy autó. Na végre kim vagyunk a horvát tengeren. Így van. Öreg nyomjuk halász. A zsigezést. Ott vagyunk benn. Ott vagyunk benn a kempingben. Muszáj volt ide is vennünk, mert máshol nem találtunk. Úgyhogy megyünk be és remélhetőleg, hogy valamiket fogunk azért, így van? Így van. Nyomjuk neki. De honnan? Nyomjuk itt a dzsiget a tengeren. Zsoltinak még bele kell jönni, így van? Így. Kis kezdő. Hát, nem lesz egyszerű radar nélkül halat fogni. De mindent megteszünk a siker érdekében. Már még prók vagyunk. Így van. Na, itt a dzsiges főszerelés. Kellett ez ide, úgy néz ki. Igen. Van alattunk egy olyan jó 50-es víz. Hát, reméljük, hogy lesz valami. Nyomjuk neki, aztán megyünk a lakókocsihó grillezni. Jó van. This is perfect. Perfect. Második napunk a tengeren. Hát, olyan, mint előző olyan, nap. Mint előző nap. Nem fogtunk semmit itt se. Lehet, hogy még hónap kijövünk, megpróbáljuk, de... Reggel 5-kor. Nem nagy esélyét látom, így van? Így van. Mondjad, mi a helyzet? Hát, szomorúság. Szomorúság, ma mindent próbáltunk. Idő jó, víz jó. Így van. Hal nincs. Hal nincs. Itt ebben úgy néz ki, ebben öbölben nincs hal. Pedig már húszcafattuk ezt, dzsigeztünk mindent, megpróbáltunk, így van? Így, bevetettünk mindent. Bevetettünk mindent, hát, és semmi. Próbálkozunk tovább. Próbálkozunk tovább, úgy, mint Bleden, ott is megadta a nagy pontyot, reméljük itt is ad valamit. Így van. Egy kis sügér is jó volna, de hát, ha nem, akkor nem. Amint legalább van, pihentünk. Így van. Itt vannak ám a milliók. Jöttünk kikötni. Jöttünk kikötni gumicsónakkal. Na szóval véget ért sajnos ez a túránk is. Ez a 9 napos túránk. Voltunk a Bledytón, Szlovéniában. Ott sajnos 5 kapásból csak 2 darab halat sikerült fognunk. Egy harcsát, meg azt a gyönyörű 20 kiló feletti pontyot. Hála Istennek az megmentett minket. Mert akkor bebuktuk volna mindent. Nem baj, az egy gyönyörű hal volt. Sajnos nappali kép nem lett a templommal a háttérbe, de nem baj. Megérte ide is elmenni. Majd még azért muszáj lesz visszatérnünk.
Most itt vagyunk Horvátba, de sajnos már innen is megyünk el. Hát próbáltunk horgászni itt a tengerén, de hát ez úgy néz ki, hogy nem adott halat. Se radarunk, semmink nem volt, úgyhogy nem baj, nehéz pálya. Sajnos még halszeletre semmire nem sikerült fognunk semmit. Próbáltunk pedig mindent, mentünk mindenhova. Zsótival jó sokat mentünk a tengeren, így van? Úgyhogy nehéz, nehéz. Nagyon nehéz ez a tengeri pece. De majd még ide is visszajövünk. De most már más útvonalak jönnek megint. Szóval, ha tetszett ez a videó, akkor továbbra is kövessetek minket. Úgyhogy szevasztok! Ja. Zsóti, köszönje! Leígtél a napon? Mind az Öcsi! Sziasztok!